2024. január 1 indul el hazánkban a kötelező csomagolóanyag visszaváltási rendszer. A most megjelent részletszabályok alapján a kötelezően visszaváltási díjas termékek körébe tartozik majd minden üveg, így az ebbe a kategóriába tartozó borászati termékek csomagolása is. Ezt a, az EPR -t. Váltja föl tulajdonképpen, ami azt jelenti a, a piac számára, hogy ö, nagyjából ez nekünk plusz 50 forint költség lesz minden egyes palackon, illetve most a jelenlegi álláspont szerint. Ö, irtózatosan sok adminisztrációs teher, illetve várakozási idő, hogy egy-egy tételt forgalomba ö, hozhassunk. Úgyhogy reméljük, hogy mind a kormány, illetve a MOHU ö, ebben a tekintetben fog gondolkodni, és, és megpróbálja megvizsgálni azoknak a lehetőségei vagy azoknak a dolgoknak a, a, a lehetőségeit, hogy hogyan tudnák ezt számunkra ö, borászatok számára megkönnyíteni. Ezek a változások jelentős hatást gyakorolnak a hazai borászokra, ami még inkább megnehezíti az amúgy is nehézségekkel küzdő ágazatot. A COVID utáni időkben kezdődött az a tendencia is, hogy, hogy itt az energiaárak miatt gyakorlatilag évente 20%-ot nőtt a, a felhasznált anyagok, kezelőanyagok, az üveg, a címke igazából olyan szintű, szinte duplájára emelkedett az elmúlt 5-6 évben a, az előállítási költség, és ehhez képest a borárak valami keveset tudtak. Jó esetben 5-10 áremelést tudtunk érvényesíteni. Nyilván többet azért sem lehet, mert egyszerűen a fogyasztók pénztárcáját már nem, nem lehet tovább feszegetni. A döntés a borászokon túl arra, amint egy 25 ezer szőlőtermelő gazdálkodóra is hatással van, akiknek bevétele erősen függ a magyar borászok hazai és exportpiacokon történő eredményességétől. Ezt még csak fokozni fogja ez a komoly adminisztrációs teher, ami, ami most ugye hát arra vár, hogy, hogy mint gyártók felelősséggel mögé álljunk. Egyébként én teljesen egyetértek a, nyilván az üvegváltással, tehát a környezetvédelmi szempont mi messze menőkig elfogadjuk, legyen szelektív, legyen visszagyűjthető, feldolgozható. Nyilván ez talán egy kicsit ö, ö, több időt kellett volna erre adni. Egyébként több ország erre kapott felmentést Magyarország valami miatt nem kapta ezt meg. A helyzetet némiképp segítheti, hogy Rókusfalvi Pál a Nemzeti Bormarketingért felelős kormánybiztos irányítása mellett a Magyar Bormarketing Ügynökség hamarosan indítja a vásárlás ösztönző kampányát.